tavalyi év folyamán, 2018. júliusában ajánlatot tett a UPL az Arista felvásárlására. A UPL egy indiai családi tulajdonú cég, amely jegyzett az indiai tőzsdén. A két cég portfóliója nagyon jól kiegészíti egymást. Ennek következtében az integráció nagyon gyorsan zajlott le. Magyarországon közel 100 termékkel állunk a vevőink rendelkezésére a jövőben is. Történelmileg nagy tapasztalatunk van a biológiai növényvédőszerek előállításában. Megemlíteném a Pronutiva programunkat, amely tulajdonképpen magába foglalja a növénytáplálást is, tehát a növénytáplálás, a hagyományos növényvédelem és a biológiai védekezés kombinációja, amelynek az eredménye az, hogy zéró szermaradékkal kerül az alma a fogyasztók asztalára. Az alma történelmileg nagyon fontos a cég portfóliójában. Magyarországon a legszélesebb választékot tudjuk biztosítani az alma termesztők részére. Külön alma termékfelelős van a csapatunkban, Kis Dániel személyében. A mai rendezvényünk Nyírtason van megtartva, Mezei István ültetvényében. Jól ismert és meghatározó alma termesztő és szakember, növényvédelmi szakmérnök. Nagyon szép ültetvénye van, ez egy korszerű jéghálós alma ültetvény, és gyakorlatilag az idei évben, 2019-ben találkoztunk először, ismertük meg egymást, és sikerült megállapodnunk vele, hogy egy teljes palettát fog használni a gyümölcsösében. 60 hektár ültetvénnyel rendelkezünk, ebből egy 40 hektár alma. Az intenzív alma területe az jelenleg 15 hektár. Ezt az ültetvényt, ahol most vagyunk, ezt 2014 márciusában telepítettük el. Az olasz technológiát hoztuk gyakorlatilag ide. Ez év márciusában keresett meg a cég területi képviselője, a Kis Dániel, hogy próbáljunk meg ebben az évben együtt dolgozni. Az ő iránymutatásai alapján határoztuk meg, hogy mikor, milyen növényvédőszereket fogunk kijuttatni ebben a táblában. Ez egy bizalomra épülő dolog volt a részemről, mivel régóta ismerem a termékeiket, tudtam, hogy mit várhatok tőle. Na most, ha elkezdünk itt parcellázni, lehet, hogy az időből szaladunk ki, és nem tudjuk a védekezést optimális időben elvégezni. És azért táblaszinten, mert annak a kijuttatása így nem került plusz költségbe.